Kedves nézők, üdvözöljük Önöket ezen a héten a garázsban, innen a Mesés Valenciából, Spanyolországból, ahol van szerencsém 5 év után először Vida Janival együtt teszteni egy autót külföldön. Ilyenre még nem volt példa, otthon Magyarországon tudják, nagyon sokat ülünk egymás mellett, de most megjött az az újdonság, miszerint nem Vinyús és nem Sumi van a kamera mögött, hanem János, majd mindjárt elveszem tőle a kamerát, és akkor megláthatják, hogy ez tényleg igaz. Vívni fogunk azon, hogy a vadonatúj Focus RS-t vajon melyikünk vezesse, hiszen a Ford jóvoltából csak egyetlen kék autót kaphattunk, ezért a repülőtéren már pénzfeldobással döntöttük el, hogy kiül először volánhoz. Mindketten rosszul vagyunk a jobb egyen, ezt már Önök láthatták, amikor János próbált navigálni mellettem. Én sem bírom annyira a jobb egyet, de ezen a héten ez vár Önökre. Megpróbáljuk kivesézni és igazándiból részleteiben is bemutatni a vadonatúj Focus RS-t. Most, hogy Zoltán elmondta, hogy végre egyszer eljöhettünk ketten, és ráadásul egy nagyon jó sportkocsinak a kipróbálására, azért beszélgessünk egy kicsit erről az autóról, aminek az elődjével kapcsolatban nagyon furcsa érzéseim vannak, és ezt annól meg is osztottam a Ford illetékesével, hogy az egy 305 lóerős elsőkerékhajtású sportkocsi volt, ami elvileg nagyon sok mindent tudott, de én akárhányszor versenypályára tévedtem vele, akkor valahogy mindig egy kicsit úgy bedőlt benne valamilyen rendszer. Most erre egyébként majd holnap lesz módunk. Elsőként még csak egy pár kis szerpentines kanyar után mondhatunk egy véleményt, főleg a külsejéről, ami szerintem azért elég ütős lett, főleg ebben a színben, de színekről inkább én többet nem nyilatkozok, hiszen színtévesztő vagyok, szerintem a adásokból már ez kiderül. Ugye ami nagyon vicces, ez a baromi nagy hátsó szárny, aminek a sajtóanyag szerint nagyon nagy értelme és van, ugye leszorító erőt generál, el is hiszem nekik, és hát itt van egy ilyen gyönyörű kis diffúzor, ami valójában nem diffúzor, csak úgy néz ki. És hát egy külföldi média által azt hallottuk, hogy ez olyan, mint a Form 1-es autókon ugye a lámpa, hát ez ugye a körlámpa, és hát nekem nem olyan. Van rajta hatalmas kipufogó, az menet közben egyfolytában ezzel szórakozott Bézé, miközben ide tartottunk, hogy durogtassa. Ez egyébként szerintem egy több hetes fejlesztő munka lehetett, hiszen az egész autó egyfolytában durog. És hát ami fontosabb talán, hogy hatalmas kerekek mögött végre van rajta egy rendes fék. Nekem a régivel az volt a bajom, hogy nem volt rajta egy ilyen nagyon komoly fék. Főleg az első fékeken látszik azért. Erről a Brembóról már el is hiszem, hogy megfékez egy ekkora tömeget. És elől is egy kicsit vadabb a első spoiler, de igazából szerintem az nem olyan nagy durranás. Tehát talán szemből a legkevésbé lehet elhinni ennek az autónak, hogy mennyire sportos. Pedig tényleg egy kőkemény sportkocsi, amit én menet közben már tapasztalhattam is. Ugye ebben az autóban jobb oldalt fognak kamerát, miközben Bézé vezet, az lehetetlen. Hajnali Valenciában autókázni, ott, ahol egyébként tegnap este Jani gyorsulgatott és a rajtprogramot próbálgatta, viszonylag jó érzés. Van már némi tapasztalatunk utcán, hiszen tegnap azért mentünk egy 160-170 km-t, neked semmi. Start-stop rendszer, hogy állna bele a nehézség. Van már némi tapasztalatunk utcán a kocsiról, úgyhogy egy kicsit azt megpróbáljuk megosztani Önökkel. Majd elmegyünk a versenypályára, és ott egy külön blokként de milyen szó vicc, külön blokként, hiszen az autó fejlesztésében Ken Block is részt vett. Külön blokként mehetünk, versenyezhetünk, driftelhetünk, amit egyébként te már szintén csináltál a városban, te mocsok. Az egy másik János volt, minden tagadok. Kezdjük is egy pár szóban azzal, hogy ki mit érzett, milyen az új Focus RS utcán, Jani. Nem én vezettem olyan gyorsan, tehát én csak néztem, ezt a kamera volt az én kezemben. Valójában nekem egy picit olyan erőhiányom, valami nagyon hülye hangzik egy ilyen autónál. 350 lóerős autóról beszélünk. Ugye nem olyan rég vezettem Civic Type-et, akár versenypályán is. Körülbelül ugyanolyan erős, ugye ebbe az játszhat szerepet, hogy azért a Focus az összkerékhajtás, mert minden miatt azért egy kicsit nehezebb. Így utcán igazából, ami leginkább zavaró szerintem, hogy tehát, hogy így borzalmasan kemény, és kemény a 19-es kerék. Igen, tehát hogy kemény a rugózása, de hát majdnem mindegyiknek kemény. Ez még talán még egy picivel keményebb. Ugye azért zavaró ez, mert nem véletlen hozzák ilyen helyekre ezeket a tetszutakat, hiszen itt azért a tükörsimaságú aszfalton megyünk a csodálatos körülmények közepette. Nem merem elképzelni egyelőre, hogy ezt ugyanezt Budapest belváros útjain, hogy fogjuk előadni, meg mennyire fogjuk ezt szeretni. Most is feltűnően ráz, ez az egyik tapasztalatom.
Hát a másik meg, hogy biztos dolgok ez, hogy azért tényleg ilyen, ahogy én szoktam mondani, hülye biztosra van csinálva, tehát Swift mód is, hogy találsz egy kétsáros körforgalmat, nyomsz egy padlót, és akkor meg be kellett előtte nyomni ezt a Swift módot, és akkor nagyjából lehet vele csúszkálni. Persze ott is egy kicsit figyelni kell, de összességében mindig is, hogy ezt így megmertem csinálni. Gyakorlatilag elsőre azért látszik, hogy tényleg jól van programozva. És ha nem városról beszélünk, nem városi használatról, ugye mentünk vele Serpentinen is, ott ugye már egy sportmódba kapcsoltunk, ami azt jelenti, hogy a lengéscsillapítás és az ESP még be van kapcsolva normál módra, minden más-más sportos, tehát a kormányzás, a kocsinak a karakterisztikája, ugye mitől durrobbára beszéltünk, mint a durrobbára. Az összkerékhajtás is akkor másképp hagy. Ott egy kicsit furcsa, tehát azt tudom, hogy nekem még inkább nem tetszett. Ebben lehet egy szerepet játszik, hogy az is, hogy a Mi Coachingon, mint kiderült tegnap, eléggé kapott volt az első gumi, ott egy kicsit furcsa viselkedett. Magyar befelé ilyen ortolós, elsőkerekes, orrnehéz autónként viselkedett, meg az ember állít a gázra, az őrült elkezd hajtani a hát, és így befordul. Szokni kell, az biztos. Nekem nem volt az egészen nagyon-nagyon összhangban, de igazából szerintem ma fog kiderülni, hogy milyen ez az autó. Az a problémám vele, hogy ezt az autót, ha bárki meg fogja venni, már pedig viszonylag sokan meg fogják azért vásárolni, mert egy remek jó kis autó amellett, hogy most például pont a nüansznyi hibákat próbáljuk keresni benne, de azért ezt induljunk ki abból, hogy ez egy állatilag jó autó, hiszen nagyon konkurenciamentes ráadásul, mert azzal, hogy összkerékhajtású, ilyen hot hatch, ekkora lóerővel, azt mondom, hogy nincs a piac mellett fele. Subaru Impreza-hoz lehet hasonlítani. Nagyjából igen, Mitsubishihez meg Subaruhoz lehet hasonlítani. Tehát amellett, hogy ez egy marha jó kocsi, nekem esetleges volt a történet, és egyébként, aki meg fogja ezt az autót vásárolni nem kevés pénzért, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fog kimenni vele versenypályára, mert ha kimegy, akkor ugyanúgy, mint bármilyen más autót, és ezt mindig elmondjuk önöknek, bármilyen más autót is nagyon könnyen tönkre tesz egy versenypálya. Fékeket, felniket, gumikat, hajtásokat, féltengelyeket és minden egyebet. Tehát, hogy azért ez értem, hogy vannak módok, meg értem, hogy nekünk most nagyon nagy szerencsénk van, és egyébként nem ezekkel a kocsikkal, hanem minden bizony a preparált másik autókkal rosszalkodhatunk majd a versenypályán. Tehát a kocsit nem oda tervezte a Ford az eladásoknak. 0,00001%-a lesz, aki azért veszi meg, hogy track day-en használja ezt a kocsit. Ezt arra veszik, hogy így járkáljanak vele. Ehhez viszont nekem kemény, és az a baj, hogy a hegyi utakon én azt tudtam csak elmondani, hogy esetleges, pontosan amit elmondtál, ettől én egyáltalán nem bíztam a kocsiban konkrétan. Tehát marha gyors, marha szép, nagyon kellemes, nagyon jó az ülés, nagyon jó körben lesz minden, de pont a lényegi rész nekem esetleges és furcsa. Tehát én nem tudok ezzel az autóval igazándiból a saját stílusomnak megfelelően gyorsan közlekedni utcán, bár persze nem is szabad. Igen. De igen, majd most meglátjuk, hogy versenypályán ez mennyivel jobb, de oké, és hogyha én megvettem ezt az autót, akkor mennyit fogom a Hungaroringgel használni, vagy az Eurolingen? Pont azt a soha? Mert egyébként meg tudom, hogy mennyibe kerül a 19-es kereke, meg mennyibe kerül, hogyha eltörök egy féltengelyt hátul. Hát van valami, de hát tényleg egy nagyon kezelhető egy gyorsulás. A rajt program, ugye, amit nem én próbáltam, csak láttuk, hogy ment az a kocsi. Valaki csinálja. Valaki, igen. Az például nagyon vicces, tehát tényleg kerékcsikargás nélkül el lehet vele indulni nagyon gyorsan, ugye egészen pontosan 4,7 másodperc alatt tud gyorsulni 100-ra, ha ez bárkinek is fontos. És 266 km a csúcssebessége. Amit meg szintén soha nem fogunk kipróbálni, igen, mi se. De mint adat nagyon érdekes. Igen, igen. A fogyasztás az avar még egy kicsit, ugye mennyit mentünk vele tegnap? Hát 150-160. Igen, amiből ott talán a felét nyomogattuk neki, és így is egy fél tank benzé valahol egy push, eltűnt. Most is ugye gyakorlatilag városba gurulunk vele, és ez egy 25-ös átlagot látok előtted. Hát a pillanatnyig is ilyen 14-15-ek. Tehát, hogy így ez le tud menni 16-ra. Jó, egy 2-3-as turbomotor, amit egyébként a Mustangból ismerünk, csak át van. Igen, igen. Egyébként ugye ezt megint csak nem nagyon emlegették, de valójában ugye már tudjuk, hogy ez a 2-3-as, ezt már Mustangba próbálgattuk, akkor 305 lovas volt, most 350. Igen. Szerintem valószínűleg ezt az autót olyanoknak csinálták tényleg, akik megveszik és utcán mennek vele, mert látszik, hogy azért figyeltek rá, hogy mehet sportot, meg túrogjon, tehát inkább ezek a azt mondta, elvihetnek feature-ök, ezek vannak. És mennyire igaz, hiszen azt mondták a gyári filmben is, amikor Ken Block beszélgetett a fejlesztő igazgatóval, hogy az lett a vége minden egyes kommunikációnak, hogy ez az autó nagyon sok sofőrből fog versenyzőt csinálni, anélkül, hogy tudnák, hogy ők versenyzők. Igen. És nem versenyautó, amivel nincs is baj, mert nem annak kell árulni. Nagyon jó.
ez arra nagyon jó végszó, hogy most megnézzük, milyen versenyautóként. Húzzunk ki a valenciai versenypályára, tegyünk ott tönkre egy-két autót, és aztán még visszatérünk egy másodperceig el mondjuk az árát, és azt, hogy vajon ha lenne ennyi pénzünk, akkor vennénk ilyen kocsit. Ja, lássak a vendégét.